Na Hajdú Steve és Magyar Attila, akkor Hajdú Van Steve. Benne valami, most figyelj, csak annyi, hogy mintha te kölcsönkértél volna tőlem valamit, és ezért lettünk volna barátok. Hát jó, hogy mondjad, első nap. Spanoskodás, dömperrel kezdődött. Mi, hogy beszállítottam elő, szia tesó, Magyar Attila az nem a viszkis. Nem, jó. Magyar Attila ki volt? Ó. Hajdú Steve és Magyar Attila, most azt mondjátok nekem, hogy Floyd Mayweather vagy Conor McGregor. Neked azt mondják. Hát most olyan régi szereplők nem lehet, mert pár éves. Magyar Attila barátság egy kölcsönkért, dömperrel kezdő. Szerintem vannak olyan jó szívűek, meg vannak annyira elismertek, vagy akármi, hogy megbíznak egymásban, és akkor így elkezdődött egy... De így egy, kezdődött. Elkezdődött egy barátság, érted? Nem félti, gondolom, hogy mondjuk van, gondolom, valahonnan ismerték egymást a médiából. Persze, az egyik megbízott a másikba, azért adta neki kölcsön, de szerintem nem áll, hogy dömpereket kölcsönözzünk. Ott az öt pont, megadom a Gryffindornak, testvérem. Akkor Mardeká. Mardeká? Jó, oké. Akkor szerintünk a kérdés hamis, mert hogyha már valaki ilyen híres, vagy akármi, akkor nem egy dömpert fogok kölcsönadni, és nem úgy fogunk barátkozni. Szóval a kérdés hamis. Hey, maradtunk 6-5-nél! Én meghatódtam. Nagyon. Saját magunkon, tehát, hogy minket így értékelnek. Igen. Hogy ilyen lehetnétek ilyen jó barátok, jó emberek. Lehetünk olyan jóban, hogy ezt megtesszük. Hogy igen, hogy egy dömper. De bár nem tudom, mit jelent az, egy daru.